Szép estét kívánok mindenkinek, október első Gyöngyös Ma című műsorában köszöntöm Önöket. Padfestésre invitál mindenkit Mátra Füreden, Faragó Tamás a részönkormányzat vezetője. A társadalmi munka október 7-én lesz, a képviselő úr pedig itt ül velem szemben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Na hát bárki mehet padot festeni. Beszéljünk arról, hogy Mátra Füreden mely padok kerülnek most lefestésre, vagy átfestésre, ezek régi vagy új padok? Hát többségében régi padok, tehát egy 4 évvel ezelőtt 26-27 padot kicseréltünk a parknak a teljes területén, és ugye már ezeknek a festése ugye a nap és az eső folyamatosan támadja, és kicsit megkoptak, és úgy gondoltam, hogy ez jó lenne, hogyha még most a tél előtt egy kicsit felfrissítenénk, úgyhogy meg tudtunk vásárolni nagyobb mennyiségű festéket. Diószínű lesz, tehát ugyanaz a szín, ami található most is a padokon, és ezt szeretnénk újra festeni, tehát a parkban az összes padot szeretnénk átfesteni, hogy a maga a faszszerkezet ne sérüljön, tehát hogyha elfogy a festék róla, vagy lekopik, akkor ugye sokkal csökken neki az ellenálló képessége. Ezt szeretném, hogy minél tartósabb legyenek a padok Mátrafüreden. Ugye ezen kívül, mint ahogy már többször is említettem, hogy van most egy új projekt, tehát van Mátrafüreden 5 és Gyöngyösön is 5 pad, ami új helyet keres magának, meg is vannak a helyei, és akkor ezeket is szeretnénk, ezek teljesen új lécek, ezeket le kell festeni, össze kell rakni a padokat, tehát nem csak a padfestés, hanem lesz egy kis padösszerakás is. És mindig ugye ezeket a társadalmi munkákat kicsit túl szoktuk tervezni. Azt is kell, hogy mondjam, nem az első társadalmi ilyen összefogás, már idén is volt, és most is úgy tervezzük, hogy vannak olyan részek, ahol kell mondjuk növényzetet ritkítani, van, ahol kicsit össze kell takarítani, van, ahol plusz korlátfestések vannak, tehát próbáljuk ezeket is beütemezni, ha olyan mennyiségű lesz a humán erőforrás, úgymond a szombati napon, hogy akkor ezt ki tudjuk adni, akkor elvileg minden elkészül, és akkor nagyon boldogok leszünk, hiszen fejlődik a mátrafüredi rész. Képviselő úrtól már megszokhattuk, és a közösségi oldalán is többször láttuk, hogy többször benne van az ilyen társadalmi munkába, akár padösszerakás, akár mondjuk az ebrendészeti telepen egy kis helyreállítási munka. Mekkora összefogásra számít így, hogy már említette, hogy volt már hasonlóra példa Mátrafüreden, mennyire ösztönzi ez az embereket, hogy a saját környezetüket szépítsék közösen? Hát azt tudom mondani, hogy Mátrafüreden azért elég sokan vannak, akik el szoktak jönni. Ugye ez mindig időponttól függő, ha van valami olyan ballagás vagy bármi, akkor lehet, hogy rossz időpontra tettük, és akkor volt már olyan, hogy 5-6-an voltunk csak, de azért általában egy 15-20 ember is volt már, olyan, hogy 30 ember is volt, aki segített nekünk a munkálatokban. Én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, és sokkal értékesebb, amikor az ember hozzátesz valamihez, mikor csak a negatívot nyomja, hogy hát ez se jó, az se jó, amaz se jó, mi van itt a szemét, miért lóg be a gaj, miért nincs lefestve a pad. Tehát én szeretném a tetrekész csapatot aktivizálni, akik szeretnének valamit hozzátenni. Én ez irányba mennék el, és ugye ezt szorgalmazom folyamatosan. Több esetben volt, de volt olyan is például, hogy a kápolnának a világítás, szakmunka is volt, világítását cseréltük ki régi izzóról, új ledes világítása, tehát ezt is egy ilyen társadalmi munka keretein belül tudtuk megoldani. Ugye én is szakember vagyok, és van olyan képviselőtársam Mátrafüreden, aki szintén villanyszerelő szakember, és akkor ketten mi ezt megoldottuk. Tehát több minden van, amit ilyenkor csinálunk, ami a lényeg, hogy teremtsünk értéket. Az értékteremtés mellett ilyenkor ez egy ilyen csapatépítő jellegű is, hiszen azért már többször látunk, hogy ilyen társadalmi munka keretében mindig nagyon jó hangulat van, és akár mondjuk gyerekekkel is mennek. Most mondjuk elképzelhető, hogy akár valaki vigye a gyerkőcöt, hogy ő is besegítsen? Így van, tehát többször jönnek gyermekek is, nagyon jó, hiszen a gyermek is megismeri azt már pici korában, hogy milyen jó az összefogás, tehát együtt dolgozni. Az az igazság, hogy volt olyan ilyen társadalmi munka, amikor utána tudtunk még egy ételt is elfogyasztani a végén, egy felajánlásból, akkor a Benevár hívott meg minket egy ilyen ingyen ebédre, úgymond. Tehát ez nagyon jó volt, és ott tényleg ez a nagyon jó hangulat alakult ki, megbeszéltük a hétköznapi dolgainkat, tehát nagyon csapatépítő, de hát általában ugye több területen dolgozunk, tehát
Van, amikor a egyik része az üdülősoron, van, amikor a másik része lenne a temetőnél festette a kerítést, tehát azért ez eléggé szertágazó, és nem mindig érnek össze a csapatok, de az a csapat, aki együtt dolgozik, természetesen az elég jó hangulatban, és hát tényleg egy pozitív dolgot végzünk, úgyhogy ez csak pozitívan zajlhat. Beszéljünk a fontos tudnivalókról. Kell-e jelezni annak, aki szeretne menni, vigyen-e magával valakit, és hol lesz a gyülekező? Nem kell semmit hozni, hát kesztyűt, hogyha van neki, akkor az hozhat, tehát ilyen védőfelszerelést hozhat. Békaút 4 szám, tehát a részönkormányzatnak az épülete előtt fogunk majd gyülekezni. Festék és hozzátartozó edény, ilyen kis befőttes üveget, ecsetet, azt mi biztosítunk, tehát ami a festéshez kell, de arra kérek mindenkit, hogy olyan ruhába jöjjön, ha netán ráfröccsön a festék, akkor az ne okozzon neki problémát, úgyhogy ezek vannak meg, és várjunk. Tehát bárki jöhet, utána eligazítás, és nem kell jelezni előre, tehát mi ott nagy szeretettel várjuk őket szombaton reggel 8 órakor. Pont ezt akartam kérdezni, de akkor meg is van, tehát reggel 8-kor. Aki esetleg egy kicsit késik a park területén, gondolom, megtalálhatja a csapatot. Igen, tehát mindenféleképpen, mert a park lesz a fő célpont, tehát ott, hogyha később érkezik, akkor engem kerestel, akár telefonon, tehát ki van írva a részönkormányzat épületére a telefonom, tehát nyugodtan keressen, és akkor utána elirányítom oda, ahol esetleg még kellenek a szorvos kezek. Bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy eljött hozzá. Én köszönöm a lehetőséget.